A mérkőzés előtt egyszerű volt a képlet, amelyik csapat győz, bejut az elődöntőbe. Nem kezdett jól a házigazda, az első negyedben sem a támadás, sem a védekezés nem működött tökéletesen, így 10 perc játék után 27-17-re vezetett a Vasas. A második negyedben zárkózni kezdtek a kék cápák, a nagyszünetben már csak 4 pont volt a két csapat közötti különbség. Fordulás után a vezetést is átvette a Nyíregyháza, sőt 5 perccel a befejezés előtt már 13 ponttal vezettek a hazaiak. Ekkor úgy tűnt, hogy eldőlt a mérkőzés, de a Vasas 3 triplával felzárkózott, majd a vezetést is átvette. A hajrában többször is büntetőzhettek a fővárosiak, és mivel a kimaradt dobások után leszették a lepattanókat, a hazaiaknak nem volt esélyük arra, hogy egyenlítsenek, így 3 pontos vereséget szenvedve lemaradt az elődöntőről Siska János együttese. Az első fél időt nagyon elrontottuk, nagyon rossz védekezésünk volt, illetve a támadásban nem azt játszottuk, amit megbeszéltünk edzésen, és nagyon sok erőnket elvett az, hogy feljöjjünk Egára. A végjátékot pedig megint elrontottuk. A vendégek edzője szerint sikerük annak köszönhető, hogy reménytelennek látszó helyzetben is bíztak a fordításban. Az első fél időben teljesen nyugodt voltam. A második fél időben azért számítottam rá, hogy mint minden mérkőzésen a Nyíregyháza egy vagy két rohanással, ha nem is a vezetést átveszi, de följön ránk. Ez meg is történt, és amikor ugye 11 pontos előnye volt, akkor szóltam, hogy ne adják föl. A srácok is óriási szívvel visszajöttünk a mérkőzésbe, és voltak még ugye egyéb szakmai dolgok is, amik hozzájárultak ehhez. A 18 pontig jutó Busz Iván érthetően csalódott volt a mérkőzés után. Nehéz ilyenkor bármit is mondani egy ilyen meccs után. Igazából 4 percen, 4,5 percen, igaz, 13-mal vezettünk, ha jól tudom. Kicsit visszagondolva, nagyon fáradt voltam, nagyon fájt a lábam, kértem egy cserét, talán lehet nem kellett volna cserét kérnem. Lementem, és kijött a Vasas egy ilyen teljesen alacsony szerkezettel egész pályára, mindegy alapon, és teljesen megzavarodtunk, illetve volt 3 nagyon buta eladott labdánk, illetve egy olyan játékvezető ítélet, ami megfordította szerintem a meccs képét, de abszolút nem szeretném játékvezetőkre fogni. Nagyon kemény, küzdelmes meccs volt, a végén nagyon bután játszottunk, és szeretnék gratulálni a Vasasnak, mert nagyon kemény küzdelemben felülmúltak minket. Győzelmével a Vasas bejutott az elődöntőbe, ahol a Veszprém lesz az ellenfele. A másik ágon az Oroszlány a tehetséges fiatalokkal játszik a döntőért. A Nyíregyháza Blue Sharks az 5.-8. helyért a nagykörös ellen folytatja.